Következő vendégem nagyon messziről jött, és nagyon köszönöm neki, hogy ellátogatott Szegedre. Gyűrűsi József, bioenergetikus, épületbiológus, természetgyógyász, és aki szokta a tévét nézni, az EHO TV elektrosok adásainak műsorvezető szerkesztője, és ott szoktuk is őt hallani. Ugye? Ami a téma lesz, amit az élő szervezet, tehát élő sokféle sugárzásokról, energiákról tudni érdemes. Fontosnak érzem ezt a témát, ezért hívtam el a szülőket, gyerekeket, tanárokat. Úgy látom, még azért kellene, hogy az érdeklődés ennél nagyobb legyen, mert majd meghallhatjuk, hogy milyen nagy is a probléma. Átadom a szót előadónknak. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok! Nagyon nagy tisztelettel és nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ha valaki elfelejtette volna, még egyszer bemutatkoznák. Tehát az én nevem Gyűrűsi József, és a Földen élő Kft.-nek is a egyik ügyvezetője vagyok, meg a tiédet elmondod végül is a mindenki. Van még egy segítő, itt a hátul a feleségem, munkatársam, Gyűrűsi József néva. Mert én soha nem tudok semmi anyagiakkal, semmi bedönteni, úgyhogy azért mindig hozom magammal. És otthon kiráznak mindig. Kezdeném azzal, hogy megmondom őszintén, én nekem a munkám egy rettentően hálatlan valami. És amikor ezelőtt én 18-20 évvel ezelőtt ebbe belekeveredtem ebbe a elektroszmog témába, én nem gondoltam, hogy ilyen sokáig benne leszek, csak aztán az élet meg úgy adja, hogy egyre rosszabb a helyzet, tehát benne kell maradni. Azt hittem, mivel elmegyek nyugdíjba, arra már tényleg valóban nagyjából megoldódnak ezek a problémák, de sajnos egyre tényleg jobban belemegyünk a sűrűjébe, és higgyék el nekem, hogy egyre nagyobb az a probléma, amiről önök nem tudnak, mert egy olyan hálátlan témával kell beszélgetni, amivel nincsen szaga, nincsen színe, nem tudom megfogni, nincsen íze. Így aztán az emberi elme se akar ezzel nagyon különösebben foglalkozni, mert ha nem látom, nincsen szaga, akkor miről beszél a illető. A másik probléma pedig az, hogy az, aki ezt nekünk nyújtja, szolgáltatja, na ő aztán tényleg mindent elkövet azért, hogy önök erre aztán mukkot ne tudjanak. A reklámokkal jól lakosan elkábítanak bennünk, tehát olyan telefonok jelennek meg, hogy már előtte hetente már ott éjszakálnak, hogy őnek jusson az első telefonja ebből. De hogy annak a telefonnak a használatából aztán előbb-utóbb őnek mi lesz a sorsa, de főképp az egészségével kapcsolatosan. Jelen pillanatban ebbe az országba olyan jól lakosan milyen hallgat mindenki. Ételműre az orvosok, természetgyógyászok, egyebek. És a természetgyógyászokat azért említettem meg, mert ilyen természetgyógyászokhoz járok előadásokat tartani. Én tartom az energetikai ismereteket egy pár természetgyógyászati iskolában. És mindig azt szoktam elkezdeni az előadást, hogyha valaki azt, amit én itt ma el fogok mondani, és nem fogja betartani a gyógyítása folyamán, akkor nagyon szépen kérem, álljon föl, mert ebből már annyi van, mint a dög. Ebben az ilyenfajta természetgyógyászokból, aki ezzel nem foglalkozik. Mit gondolok, ő is betartja? Nem. Nem, mert amikor már kimegy az életbe, aztán elkezd valóban emberekkel foglalkozni, gyógyítani, akkor soha nem marad annyi alázat, hogy én most ahhoz nem értek, de viszont nem tudok előbbre menni nélküle, esetleg elküldöm hozzá, vagy megemlítem neki, hogy azzal meg kellene valahogy birkózni, mert különben az én munkám meg nem megy előre. Nem, mert akkor elmegy a beteg, aztán akkor nekem nem lesz pénzem. Értendő az orvosokra is, és én nem akarom senkit bántani is megkövezni defőképpen, de jó lenne most már valahol felébreszteni őket, és én nagyon remélem most, hogy 2016. július 1-ével ez meg fog változni egy kicsit. Megmondom miért, mert az Európai Parlament most már két egész napot azzal foglalkozott, hogy az embereket az elővigyázatossági elve alapján most már valahogy tájékoztassuk. Miért? Mert elveszítjük a gyerekeinket, olyan szempontból is, hogy sajnos beteggé tesszük a gyerekeinket, azokat az édesanyák, akik áldott állapotban vannak, erre mondok egy példát, hogy mit akarok ebből kinyogni, és nem akarok megint csak ijesztegetni. Izraeli Vizman intézetnek hívják, aki most már két hatalmas dolgozatot megjelent az úgynevezett Nature újságban, ez a világ legnagyobb egészségügyi lapja, ami felhívja a nővérkéknek, akik járnak az édesanyákhoz, a kismamákhoz, a figyelmét, hogy a nőgyógyászoknak, hogy tessék most már megtenni valóban az elővigyázatossági elvet, mert azok az édesanyák, akik naponta két órát telefonálnak, vagy olyan környezetben tartózkodnak, wifik, tele van a világ életünknek minden része, elkerülhetetlen a kisgyereket, ne legyen viselkedés zavaros.
még egyszer mondom, elkerülhetetlen. És ha valaki esetleg van egy iskola igazgató vagy tanár ismerőse barátja, kérdezze meg tőle, hogy jelenleg az általános iskoláknak az osztályai hány százalékosan viselkedés zavarosak. Én mondom, 70-75 százalékosan. Katasztrófa. És az a maradék gyerekek meg zavart szenvednek a többiektől. És az iskolákban, ahol én nagyon sok helyen jártam a iskolában előadásokat tartani, egy professzorra járma az iskolákat, ahol olyan igazgatók vannak, ahol van egy kis empátia a gyerekek iránt, akkor minket oda meghívnak, és a tornaterembe összehívják az 1-től a 8 osztályig, és tessenek elképzelni, egy óra alatt a gyerekeket meg tudjuk változtatni. Egy óra alatt. A saját kis ővelekük a bevonásukkal együtt. És azokban az iskolákban, ahol mi voltunk már, ott nincsen a napközben, tehát amikor érkezik a gyerek, a telefonját elteszi, és amikor megy, az akkor előveti. Vagy ha van valami nagy probléma, akkor fel tudja hívni a szüleit. De nincs egész nap pötyögtetés a telefonnal, ami elvonja a figyelmét, meg mindenét. Otthon aztán majd valószínű folytatja. Sajnos. A másik pedig, amire szeretnék rátérni, és ebből indul ki, hogy az Európai Parlament 2016. július 1-től minden egyes munkavállalóval szembe a munkáltatókat kötelezi a mérésekre, és kötelezi arra, hogy valamilyen védelmet nyújtsanak a munkavállalónak. Miért? Mert jelen pillanatban bemegy valaki egy számítógépes helyre, mert a jóformán nincs is annélkül, akkor gondoljon bele, hogy reggeltől délután akár meddig egyfolytában egy olyan láthatatlan terhelést kap akár a szervezete, aminek elképesztő élettani következménye vannak. Én csak a leggyengébbet mondom, hogy elmegy haza hódfáradtan, meg a felesége is hódfáradtan, és megkérdem önöktől, hogy a két hódfáradt ember mit tud egymással beszélgetni, mit tud kezdeni. Veszekednek mindenfajta apróságokon, amik nem kellene, a gyerekünk már nincsen türelmük, és akkor szépen lassan a család hullik szét. Jelen pillanatban a válások valami eszméletlen akit a sebességgel nőnek meg megint. És értelmetlenül. És tessék nézni, kimenni az utcára, továbbra is semmi más nem látnak, mint ilyen meghajlott embereket, a telefonjával el van babrálva. És mindegy, hogy milyen eseményen van, temetés, esküvő, vagy akármilyen eseményt mondok, a telefonod ott van, és nem tud kivinni 10 másodpercet, vagy 2 percet azért, hogy ne nézem bele a telefonjába. Hát, ugye erre mondta, nem tudom, kiolvasta már, elég klasszikus, annak idején Einstein, 1932-ben volt ez, tessék elképzelni, hogy megőrözte a korát, hogy retteg attól az időtől, attól a kortól, amikor az embereknek a kapcsolatait átveszi a technika. Mert akkor kialakul egy idióta társadalom. Hát én most megkérdezem, nem alakult ki már? De igen. És én nem tudom ennek még hol a folytatása, mert az informatika megállíthatatlan. Tehát ezzel jobban bevonják a fiatalokat, a gyerekeket, és hogy ez a milyen szörnyű állapotban vagyunk, nem régen volt azt hiszem a RTL-en a fókuszban meg, kérdezték a szülőket, a nézőket, hogy mikor adjunk mobiltelefont a gyereknek a kezében. 3 évesen, 6 évesen vagy 14 évesen. Önök szerint melyik nyert? 6. A 6 éves. 6 éves, akinek még igazából, még a kutacsán úgy igazán be se nőtt. És hogy amire beszélek, nagyjából csak nagyjából szeretném, mert nem akarok is szakmaiaskodni, hogy az elektroszom mit jelent. Ott van a lakásunkban az életünk minden részén, tehát még egyszer mondom, elkerülhetetlen, mert a szomszédomnak van egy wifi, akkor önnek már ennek érintettjei. Vagy elmenek a munkahelyre, szórakozó helyre, fodrászhoz, akárhova, már mindenhol ki van éve ott a wifi. Sőt, most már ilyen viszként terjed az, hogy vannak egy-két kocsimák, ahol ki vannak írva, hogy nincs wifi, beszéges. Mert ha van, akkor úgyse fog címmel. Tehát úgy, hogy most már ilyen helyzeteket élünk. Van egy pár szülő, aki már próbál elő menekülni, de egy súlyos dolog viszont terjed, ezt úgy hívják, hogy elektrohiperszenzitivitás. Ami azt jelenti, vannak már olyan emberek itt köztünk, akik egyetlen egy mobil hívással már meg lehet ölni. És én ebben találkoztam egy ilyen, nem is olyan régen, Bábolnál hívott az ottani önkormányzatnak a jegyzője, hogy menjünk el, mert van egy Pali bácsi, aki már az egész város följelentette, mert akinek volt a kezében egy ilyen beriasztott a kocsiját, az föl is jelentette, hogy őt akarta megölni. Hát annyira érzékeny volt, és hogy mennyire érzékeny volt, hadd már is ilyen önnek el, hogy mi történt. Bementük a lakásába, fia egy villanyszerelő volt, hál' Istennek, és akkor a szerencsétlen ember úgy próbáltuk ki, hogy mennyire érzékeny, hogy kötöttük a szemét, és mind a két kezét fölrakadtuk, és a televíziónak a távirányítóját
ráirányítottuk egyik kedére, a másik kedére, össze-vissza váltogattuk, olyan nem volt, hogy ő nem találta, hogy melyik kedére nyomtuk rá a távirányítót. Amit tulajdonképpen egy emberi szervet jóformán nem tudja észrevenni, de ő már észrevette. És egyre többen terjed ez a hiperszenzitivitás, tehát ez a nagyon nagy allergia az ilyen elektromágneses sugárzásokra. És a tudósoknak az előrejelzése szerint 2020 környékén minden ember ilyen. És most már alakulnak ilyen rezervátumok, tehát többek között legutóbb Ausztriában történt egy ilyen, hogy azok az emberek, akik már a civilizált világot nem tudja elviselni, mert annyira érzékenyre, akkor vannak ilyen erdőben, ilyen teljesen wifi-mentes, meg telefonmentes területek, ahol ott tudja élni a mindennapjait, de viszont bemegy a városba, akkor mind a méhészek ilyen szkafandert le kell magát teríteni, és abba tud a városba közlekedni, különben meghal, belebetegszik. És ezért történt az, hogy 2015. május 31-én 54 ország 196 tudósa kiválogatott 2000 lektorát anyagot tett rá az ENSZ asztalára, Ban Ki-moon, ő excellenciának az asztalára, amivel kérik, és benne van természetesen a WHO, kérik, hogy a 2B besorolást, mert jelenleg a telefonok, meg a telefon átjátszók, meg a wifi egyebek, a WHO alapján a 2B besorolásban vannak, ami azt jelenti, hogy lehetséges rákkeltő. Azért tették ezt a 2000 lektorát anyagot, hogy nem lehetséges, már rákkeltő. Tessék elmenni egy onkológiára, zsúfolva van. Tessék bemenni a kórházakba, zsúfolva van. Merik a velüket az orvosok, hogy milyen magasan van a tudásuk, milyen magasan van a gyógyszer ellátás, azt igaz, milyen magasan van a diagnosztika, mégis hullunk, mint a lény, akkor mi van ez? Kérdezem én, költője a kérdést természetesen. Azért, mert nem figyelnek oda valamire, mert nem engedik az embereket odafigyelni valamire, amire már nagyon meg kellene foglalkozni. A másik pedig, megmondom őszintén, hogy az emberek úgy vannak, mint a Schulz, tehát beleteszi a homokba a fejét, hogy ne is halljon erről az egész, mert az ő telefonjáról van szó. Nehogy megsértsük az ő telefonját, amit ő neki árt. Hát azért már neve van neki, meg aztán már becézgetik a telefonjukat, meg este simogatja, hogy lefekszik, akkor viselkedjen az éjszakával a telefonja. Ilyeneket hallani. Tehát egyszerűen a testvérébe vált már sok embernek a telefonja. Valaki úgy tudja a telefonját, vége az életének. Vagy visszamegy, biztosan vagyok benne, inkább elkésik, vállalja mindenféle tortúrát, de akkor is telefon nélkül nem tud élni. Tehát ide jutottunk, és ez a függőség ez egyre rosszabb. De ennek a működtetéséhez, ami szükséges az infrastruktúra, abban még bele fogunk halni. És tudják, hogy van ez, mint a dohányzás, hogy hiába én nem használom a telefon, mellettem itt 50 ember fogja használni, tehát ilyen passzív dohányosként, tehát passzív részvevőként ennek szépen úgy szereplője vagyok. És amikor ördökesek mennek akármilyen tömegközlekedési eszközön, és valaki ott telefonál mellette, én szeretném valahogy megmutatni önöknek, hogy mit kapnak. Ha látnák, akkor biztos, hogy akkora pofont tanálnak annak az embernek, hogy kiesnek a buszról. De még nem tudom, mikor fogunk eljutni. Azért, mert egyszerűen nem lehet róla beszélni, mert olyan erős a lobby. Az, aki nekünk ezt a szolgáltatást nyújtja. Ugye csak gondoljunk bele, csak ez a kicsi kis országunkban, ugye már alig vagyunk 9-10 millió között, valami 9 millió valamennyien, de 12 millió mobiltelefon sugároz naponta. Tehát azzal jó vagyunk, jól állunk. És még egyszer mondom, minden pénzt megadunk egy új készülékért, csak az, hogy az enyém legyen az első között. Aki olyan okos telefonja van már, hogy a gazdája elbújhat régen mellette, az okossága mellett, és épp ezért korlátokat állít fel. Olyan korlátokat állít fel, hogy nem tud már olvasni, nem tud beszélgetni, nem tud társalogni. Ez nefőképp a fiatalokra meg elképesztően hat. És én hadd mondjam a saját unokámnak a példáját, aki Csekken megismerkedett egy fiúval, akivel ott is egy találkozás, aki hatalmas virágcsokorra meg egy nagy böhöm kocsival várta. És amikor elmentek egy ebédre, mert ebédre hívta meg a kis unokánkat, akkor meg ott ült vele szemben, mint egy mosómágyban, mert semmit nem tudott semmit mondani, mert nem volt szókincse. És akkor a kislányt megkérdezte a unokát, hát valamit mégsem akarsz valamit mondani? Hát én mondanám, de kérdezz inkább te. Tehát ez az udvarlás jelenleg. Azt hittem, hogy most vissza kell rahedni világot, meg egy nagy kocsival megjakad, már minden el van intézve. Tehát egy sinány, nagyon borzasztó élet vár a fiatalokra, és ezért kérem itt önöket is most, akik itt vannak, ha legalább a környezetükben próbálják egy kicsit visszavenni ezt az egészet, és én megpróbálok önöknek nagyjából elmondani, mi ezzel a baj. Kezdjük először is, hogy a lakásokban vannak, ha az elektroszmogot kibontjuk, és megmondom őszintén, nekem önmagában már
ez az elektroszmog szó sem tetszik, mert ugye azt mondtam, hogy a smogot látjuk. Kimegyünk, aztán mindenki látja a füst, meg ott van a köd. Az elektroszmog azt viszont nem látja senki, ahogy említettem. És ez a csapdája neki. És bemennek önök a lakásba, már ugyan sajnos olyan lakások vannak, hogy ott vannak a vezetékeknek a sokasága, ott vannak az összes műszaki berendezésének a sokasága, ami ontja magába ezt az éteket már önmagába. Ha ezt a kis részt veszük, akkor itt van a váltakozó áramnak a mágneses és az elektromos része. Ezzel nem akarok mélyebben belemenni. Akkor van egy ilyen alacsony frekvencia, 50 Hz-es frekvencia, egy nagyon alacsony frekvencia, amit a lakásokban használnak. De árt, vagy tud ártani. Tehát ennek a magasabb fokozata, amikor az 50 Hz és a 300 Hz-et elkerüljük, tehát a 300 Hz fölött már a különböző frekvenciákon kapjuk a magas frekvenciák meg a mikrohullámokat, ami tulajdonképpen ütésenek elkezdeni, hogy tényleg hullámok formájába terjednek, tehát egyik hullám terjed így viszintesen, erre megesen 90 fokban a másik, egyik az elektromos szereplője, a másik a mágneses szereplője. Elektromos részével sose foglalkozunk, mert ruhánkon meg a bőrünkön el szokott jelölni. A mágneses része viszont olyan, azon modulálva, tehát azzal beszélgetünk oda-vissza, az viszont egy olyan tulajdonsággal rendelkezik, hogy az emberi bőr folyamatosan áttalakítja feszültségét. Tehát amikor ér bennünket. Ez a folyamatosan átalakult feszültséget lehet mérni. Itt van a hátam mögött az úgynevezett egyszerű kis testfeszültségmérővel. És ha valaki majd mindjárt a végén kihívok valakit, aztán nézze meg, hogy miről beszélünk. Szerettem volna kivetíteni, de sajnos az én laptopom nem tudtuk csatlakoztatni, hogy mindenkinek meg tudjuk mutatni, hogy miről beszélek. Majd egy-két ember kihívjuk, és akkor meglátják, hogy mi van itt. És hogy a testfeszültség mit tud okozni? Erre egy példát hadd mondjak, hogy 1990-ben két német azért kapott Nobel-díjat, mert ők voltak az elsők, akik megmérték, hogy egy emberi szervezet egyetlen kis sejtje, mi az a kis finom bioelektromosság, amivel ő működik. Azért kapták a Nobel-díjat, mert azt a technológiát találtak ki, hogy ezt meg lehessen mérni. De viszont azóta tudjuk a paramétereket, hogy a sejtnek a magjába, meg a sejtnek a külső membránjához, egy ilyen külső, ilyen kis üvegszál kapirá is hozzáértünk és belebegünk a sejtnek a magjába, a kettő között beépítünk egy ilyen mini voltmérőt, akkor a sejtmag és a külső membrán között mindig 70-100 millivolt feszültség különbség keletkedik. Tehát egy sejtünk ezzel beszélget, ezzel kéreget, ezzel tartja a kapcsolatot a központi idegrendszerrel. Most amikor mi kapjuk ezt a kívülről indukált, átalakított testfeszültséget, ezt rontja el folyamatosan, szépen lassan. Azért, mert a jelen pillanatban a törvények alapján, a magyar törvények alapján csak egyetlen egyre van meghatározva az egészségügyi határérték, az csak a hőhatás, tehát a termikus hatás. Azt majd úgy találták ki, hogy fogtak 10 darab szövetet, 6 percen keresztül besugározták és mérték a hőmérséklet változást. Amikor 1 Celsius fokos változás történt, akkor nézték, hogy mekkora az érték, amivel besugároztuk. Jelen pillanatban az a minimum határérték az egészségügyben. Tudják, nincs egy borzasztó nagy szám ez? Az a szövet nem volt beépítve az idegrendszerbe, nem volt beépítve a vérkeringésünkbe, tehát egy nagyon nagy mennyiséget kellett besugározni, az 1 Celsius fokos megtörténjen. Régóta nem azzal van szó, hanem van inger hatása, információs hatása, szinergetegé hatása és a többi. Ezzel meg hallgatunk, és erre semmifajta határérték nem lett megszabva. És ebbe pusztulunk be. Mert egy mobil átjátszó környékén nem a lázam van a mobil átjátszótól, hanem fáj a fejem, ingerült vagyok, hány ingerem van, dekoncentrált vagyok, és a többi. És ezeket sajnos senki nem foglalkozik vele, nem méri, nem, még egyszer mondom, hogy július elsőt ez méri fogják, és épp ezért most még egy darabig elébe szólnak itt, hogy ha már egyszer fölraktuk azokat a tornyokat, maradjon is ott. Ez valamikor az egészet, amikor indult, még a Western időszakában, úgy találták ki, hogy itt van egy település, körbe rakom a antennákkal, és besugározom azt a bizonyos települést. Nem pedig oda lakom a nyakára, a tetejére, egy magas háznak a tetejére, vagy éppen egy templomnak a tornyába. Ezt azért nem csinálják meg, mert nagyon sokba kerül. Oda ki kell vinni az utat, áramot, meg kell építeni azt az antennát, ahhoz engedélyek kellenek, az nagyon sok pénz. Sokkal egyszerűbb, ott van egy 15 méteres ház, telerakom a tetejére, aztán indítom az adást, aztán mehet is. Hogy a környékbe lehal, olyan magasot tesznek rá, hogy csak na. Jelenleg telkén van egy per, jut egy per, telkén az egyik legdrágább falu, vagy nem is tudom, azt mondja, falu. Ahol a templomnak a tornya 12 darab ilyen sugárzót tartalmaz, és a lakások ott vannak, és ürülakott területen van az egész.
az összes kisgyerek már beteg, meg mindenféle problémája van neki, és most megy a pereskedés, a pap. Most tessék elképzelni, ő a legnagyobb ellensége, mert rengeteg pénzt kap ezért havonta. És most én csak megint megkérdem, ne válaszoljon, ha meg se tudnak, egy szakrális helyre szabadna ilyet megtenni? És itt tartunk. Azért, mert az van a legmagasabb ponton. És az a pap elfogadta, mert havonta kap 200-300 forintot a plébánia. Szép is a környék, az biztos. Hogy még egyszer mondom, egy pap azzal se törődik, hogy a környéknek a gyerekei betegek. Aztán ebből számtalan probléma van, meg aztán számtalan ilyen dolgot elindítottunk. Azért vannak sikerek is már, mert a három helyen Túrkevén, Gyöngyös-Solymoson, Budapest két kerületében sikerült leszedni, de ne tudják meg milyen tortúra és milyen kálvária áram. Tehát kapaszkodnak, mert ezeket a tornyokat, amit felraktak akár a bárkinek a nyakára, ez legalább 50 évig sugározni kell, mert addig ott kell neki lenni, ha már egyszer föltették. És állásra volt egy kormány határozat, hogy Magyarországot a térerőben le kell fedni. Le is fették, ugye van egy bizonyos cég, aki már veri a merét, hogy majdnem 100%-osan Magyarország le van fedve. Így. Hogy rátettem a lakásomra, másiknak a lakására, és ebben az emberek halnak. És ebben nem akarnak hallani. És a bármikor, tehát egyetlen felület maradt nekem is az Echo Televízió, hála jó Istennek a tulajdonosi körnek, hogy ezt megengedik még ott egyáltalán beszélhessünk róla, semmi más felület nem maradt. Még voltam az RTL-ben, a Duna TV-től RTL, Isten tudja, hol nem, a legtöbbit letiltották az adásoknak. Egész nap gózkodtunk, mire összejött egy anyag, csak mire adásba került volna, sikerült mindig letiltani. És az RTL klub egyszerűen önmagát meghazudtolva elmondta a szerkesztő, hogy hát uram, a reklámonak a kb. 70%-at a mobilszolgáltatók adják, nehogy már megsértjük őket. És mondom, az embereknek az egészsége, ennyi volt a válasz. És még egyszer, másik az, hogy az emberek nem értem, hogy nem érzik, hogy valami probléma lehet. És amikor az ember elkezd tényleg róla beszélni, mondok egy példa, amit a kedves barátomnak mondtam itt az előbb, az Echo Televízió is volt egy ilyen jubileumi műsor a Budapesten a Nagycsarnokban. Voltak a politikusok, ugye a Bajer Zsolt, Szaniszló Feri, többiek. 2500 ember ott tombolt majdnem, hogy mi a politikában a helyzet. Utána jöttünk mi az egészséggel, hogy az embereknek az egészségére kicsit fölnyítsuk. Maradtunk 150-en. A politika elvitte mind a nyalágot az egész, hogy mennek a Szaniszló meg a Bajer Zsolt után, mert általában amit még olyat mond, amit Isten tudja. Az egészsége nem érdekli. Se az övé, se a családjai, se az unokái, se a gyerekei. És ezért mondtam azt, hogy 20 éve benne kavargok ebbe a dologba, és nem lehet kijönni belőle, mert a baj egyre nagyobb, és az embereknek a figyelme meg egyre jobban lankod. De egyre többet elveszítünk. És én most itt négy szem köszönök, meg hadd mondjam valamit. Nekem van a helyipában egy főigazgató nő, akit én megismertem, aki a helyipának a igazgató nője, aki elmondta négy szem közt, hogyha nem volt egy háború, vagy nem volt egy nagy járvány, még ennyi gyereket soha nem veszítettünk el. Akkor mondom, legyen kedves jönni el televízióba, mondja, hogy az emberek hatvan Isten őriz. Ő már akkor holnap nem szólt. Ott van a helyén pár mellett, van a szemlélvesznek egy nagy hatalmas épületet, tele volt a teteje, ami ráfér torony, ilyen átjátszó, mind ott volt. És akkor egy alkalommal egy Dávid Tamásnak egy adásában beívott, beszélgettünk erről, érdekes mondani, egy hullabúrónál eltűnt, mert azt mondta valaki nekem, egy orvos, hogy az a sok okos ember, aki abban a nagyai épületben van, megtűri ott a tetején azt a sok tornyot, akkor biztos nincsen semmi különösebb baj vele. És akkor erre reflektáltunk, és erre lett az, hogy aztán egy hullap múlva nem maradt a tetején semmi sem. Tehát úgyhogy ez is egyfajta pici kis sikerélménynek. Különbözően én legalábbis be. Szeretnék önöknek, mert az idő telik, önöknek már kevés az idő, hogy önöknek igazán kibontsam ezt az egész szeretlasz magad, de egy-két ilyen demonstrációt szeretnék mutatni önöknek. Említettem azt, hogy amikor egy édesanyja, vagy egy apára, tehát akár áldott állapotban van, vagy már megvan az a kisbabája, ha tudná sokszor, hogy amikor ott telefonál a kisgyereknek a fejem mellett, hogy az a kisgyerek mit kap, és annak mekkora veszélynek teszik a saját gyerekét, akkor biztos ez soha többé nem tenné meg. De a szerencsétlen kismama ezt nem tudja. Senki neki ezt elmondja. Az Echo Televit, amit említettem itt, azt nem a fiatalok nézik, hanem általában az idősebbek nézik. Tehát ők meg hiába mondják a gyerekemnek, hogy figyelj, ezzel foglalkozom, mert azt mondták a tévében, ott többet nem is kell mondani a fiatalnak. Egyet legyint, aztán nem mondom megint már milyen
nem mondom, hogy mit mond. De ugyanígy van a kacsanos, ami rombolja ezt az egészet, most egyre meg jobban felüti a fejét, ezek a termékbemutatók, amit egyre jobban az embereket kizsigerlik, főleg az idősebbeket, a nyugdíjasokat, és olyan termékeket adnak el, ami még semmi köze a valósághoz, és ez megint azért engedi, vagy nem is tudom, mit mondjak, hogy az ilyenfajta információkat vegyék az emberek komolytalanul. És ebben a körben vagyunk, sajnos ezzel együtt minket is kiöntenek. Mint ezt szokták mondani, a fürdővízzel a gyereket is. Mi is ebben a kategóriában tartozunk, mert hiába mondom, mert azt mondja, a tévében hallottam, akkor már legyen egyet. De más felület meg nincsen, hogy elmondhassa az ember. Iskolákban nem minden iskolában fogunk eljutni, mert idők sincsen. Meg olyan igazgatók sem nagyon vannak, akik ezt az egészet veszik. Nem tudom, mi a megoldás, megmondom őszintén, sokszor nem tudom, kérdezem, sokszor magamtól, önöktől bárki átmond egy okosat. Keresünk meg a politikát? Próbáljuk, azt itt meghallgatják. Most mindegy, hogy milyen színű, teljesen mindegy, hogy melyikről beszélünk. És maradtunk magunkra, aztán az emberek, hogyha saját maga nem tesz a környezetébe rendet, hát senki nem fog bekapogni oda, hogy uram, hölgyem, van-e egy ilyen probléma, meg kéne oldani, mert különben bele fog betegedni. Ön, gyereke, unokája. Senki nem fog ezt megtenni. Mi meg itt mondjuk, hát aztán mondom már egyre kevesebben fogják ezt megemlíteni, vagy említeni róla, de én bízok benne, hogy nem így lesz. Mutatok önöknek, hogy valóban, amikor azt mondom, hogy aggasztó a gyerekeknek a helyzete, akkor, amikor mondjuk egy édesanyja nem tud erről, és akkor gyerekem mellett beszél, én megpróbálok önöknek mutatni valamit, mert van egy ilyen kis készülékem, hogy azt mondtam, nincsen színe, nincsen szaga, nem tudom megmutatni, de van hangja. De mivel egy ilyen épületbiológiát Németországban tanultuk, ott nekem van egy nagyon jó barátunk, egy üzlettársunk is azóta már, a dr. Hans-Koran Weissnek hívják, nem tudom, ki ismeri önöktől, hogy a Konrád szaküzletnek a hálózatát, annak egy családtagja, akivel készítettünk egy ilyet, hogy hallgassuk meg, hogy mit kapunk, ha már nem látjuk. Én megmutatom, megpróbálom önöknek megmutatni, hogy miről is van szó. Én beütöttem ide egy számot a mi lakásszámunkat, tehát fel fogom hívni ezzel a telefonnal, és akkor most tessenek hallgatni. Nincsen semmi csont a fejénél. Az a kis agyában mit kap el ezek által? Úgy el tudják úgy képzelni? De ezt nem tudom átadni a kismamának, aki most éppen nem is kivel találkoztam ide, aki éppen telefonálva mert föl le, az a kismamája az úgy retteg ott benne, hogy el se tudják képzelni. Jó lenne megmutatni. Vagy annak a kismamának, aki ide föl volt kötve, akivel tennap találkoztam, mire a kisbabája ilyen rongya, nem tudom mivel, meg mellette folyamatosan telefonált, ezt kapta a gyerek. És hadd mondjam, mert az okostelefonok még rosszabbak, azért rosszabbak, mert azért okostelefon, mert ő folyamatosan információkat szed a toronyból. Az azt jelenti, hogy olyan 8-10 másodpercenként ő információt szed, és a 8-10 másodperc olyan, mintha mindig hívnak. És ha beszél, akkor is erre még ráerősít. Tehát az nem véletlen egy mobiltelefon, egy okostelefon nem bír ki jóformán egy napot a akkumulátorra, mert akkor a teljesítmény. És az mind az agy a szervezet kapja. És a még a következményei? Szerettem volna megmutatni, sőt egy kicsit végig legyünk rajta, talán még végig is él, egy pár képet, hogy a gyerekek, mégis csak a gyerekeknek kötök ki, a leukémia tarol. Az agydaganatok járványszerűen terjed. Az felnőtteknél a különböző degeneratív betegségnek a sokasága mért. Arra mondtam, hogy önökre a bőrön keresztül átalakul folyamatosan az elektromágneses hullámnak a mágneses része árammá, tehát feszültségé. Ez a feszültség sajnos legjobban abba nyilvánul meg, hogy a mi szervezetünk ezt a nagy feszültséget folyamatosan stresszként éri meg. Ami azt jelenti, hogy folyamatosan adrenalint nyom be a szervezetünkbe, mi a következménye, mi is annak a következménye, a stressznek. Vagy küzdjél, vagy meneküljél. Ugye azért van a stressz. De se nem küzdünk, se nem menekülünk, és az állapot fennmarad, ezért aztán magasabb vérnyomás, magasabb pulzusszám, és akkor innentől kezdve aztán szépen romlik el minden. Van
egy Amerikában egy ARA standard, ezt úgy hívják, hogy HRV. Tehát a szívnek van egy frekvenciának egy variabilitása, amivel meg lehet mutatni, hogy a két leütés között, tehát az R és R távolság között, a szimpatikus paraszimpatikus rendszer hogyan tud reagálni a belső környezeti változásokra és a külső környezeti változásokra. Ezt Magyarországon sehol egyetlen orvos nem méri. Pedig ezzel lehetne mutatni többek között, hogy mennyire érintett már a szervezet. Vannak úgyne különböző vizsgálatok, már csináltunk, próbáltunk, a meteorológiai szolgálatot teljesen levédtük, bizonyítsunk. A vérnyomásokat megváltoztattuk pillanat alatt, már mindjárt megmondom mivel. A szaturációt meg lehet pillanat alatt változtatni ebben a változással. Aztán meg nem beszélve arról, hogy az a rengeteg szabad gyök, ami a rossz szabad gyökök, amit a szervezetünkben keletkeznek, ezek a rossok, az tulajdonképpen garázdálkodnak. Ugye a szabad gyök az nem más, mint egy aszimmetrikus molekula, aki keresi az elektronpárját, hol? Az egészséges sejteknél. És addig bombázza, amíg el nem tudja lopni az elektronját, csak amire már ez megtörtént, arra az egészséges sejtet tönkretette, és ahol ez megtörténik, ilyen helyeken keletkeznek a gyulladások. Ilyen lokálisan gyulladások, amiben ezt a szépen lassan indulnak el a különböző degeneratív betegségeknek a sokasága. És akkor mindig a mobiltelefonnak a sugárzásáról beszélek csak. Nem tervezze senki, ha a szomszédjában van egy wifi, ugyanezt tudja mindez, csak annyi a különbség, hogy ilyen pattogó hangot ad, folyamatosan amire ütnék a fejünket azzal a hanggal. Ugyanígy, ha bemegy valaki a szórakozóhelyre, vagy bárhova, vagy munkahelyre, és most megint a wifi-nek hadd mondjak valamit, hogy Franciaországban, Németországban, Dániában, nem akarom vésor Izraelben, betiltották az iskolákban a wifi-nek a használatát. Mindenhol vezetékessé alakították át, vezetékes internetekké. Nálunk meg egyre jobban terjed megint az iskolában a wifi, ami azt jelenti, hogy egy gyereknek általában 4-6 órán keresztül van ez az expozíciója, tehát folyamatosan van ez a teher a kis szervezetén. És akkor hazamegy, akkor még próbálják rábírni azt, hogy tanuljon otthon, mondjuk éppen egy rossz lámpa mellett, a gyerek meg tanul, olvas, csak éppen fogalma sincs, hogy mit. És akkor azt mondják, hogy hülye a gyerekem, pedig nem. Mi teszik őket hozzá? Arról nem beszélve a szegény gyereke, ugye megy a trend után, a barátai után, őnek is mondottam, okostelefonja, tabletja, meg jóisten számítógép, minden, azokon vannak olyan programok, amik úgy vannak kitalálva, hogy ott ne hagyja a gyerek, mert akkor a programnak vége, vagy megszakad a nem tudom milyen játéka. Tehát egyszerűen oda kényszeríti a gyereket, hogy ki sem menjen az udvarra. És számtalan gyerek volt az elmúlt nyáron, akinek fogalma sincs, hogy a nyáron milyen élete van mondjuk egy szénának, vagy egy akásznak, vagy akárminek. Mert ott van volt a szobájában, és számítógépedet, és jött a szeptember, újra folytatta tovább. Milyen emberek lesznek, tessék, én kérdezem tőle az ilyenekből, szerencsétlenekből, amit mi teszük őket hozzá? Mert engedjük, mert addig el van, a másik pedig az, hogy a szülő is el van a munkájával, és akkor este azért azt se tudja a gyereket csinálni egész nap. És akkor megy a szülőtekezet, és azt mondják, hogy ilyen rosszak a jegyek, és akkor hadd, hogy azt, hogy jól összevezzük a gyerekkel, aztán mindenki tudja a folytatást. És akkor még egyszer mondom, ezekről a környezeti hatásokról beszélünk csak. És ezért kellene mindenkinek sajnos komolyan venni. Próbáltam oda olyan képeket tenni, ami valóban néha egy pár sokkor is. És én még hadd mondjak még egyet, amit említettem, hogy 2015. május 30-án letették ezt a 2000 lektorát anyagot. Most szeptember 13-án még a svédországi két onkológiai intézetnek a főigazgatója kiegészítette még 90 kutatási anyaggal, hogy valóban már meg kell tenni, mert elkéstünk. Úgy vagyunk, mint a sok más egyéb olyan termékkel, amit nem vettünk komolyan, ami aztán sajnos egy kullajt is bennünket. Ez a Ertosmog, ez már ilyen. Nem tudom, mennyi időnk van még hátra, miben tudunk még belekapni. Én mindenképpen szeretnék egy pár percet önöknek is adni, hogy kérdezzenek, mert nem szeretném, hogy most úgy menjenek oda, hogy van olyan, maradt bennük önökben olyan, amit esetleg még szerettem volna megkérdezni, nem tudták. Én felteszem most ezt a lehetőséget, tehát kérdezzenek tőlem, mert ha én jobban belemerülök, akkor én nem mennek haza. Parancsoljon! Ne álljon fel! Telefonnal? Igen. A következő. Egyik az, hogy van egy úgynevezett 6 másodperces törvény, amit már az első telefonnál már mindenki meg kell volna tanítani, vagy említeni. Ez a 6 másodperces törvény azt jelenti, hogy minden készülék, mindegy, hogy okos vagy régi telefonról beszélünk,
van egy 6 másodperces kapcsolódási idő, ami azt jelenti, hogy amikor én a zöld gombot elindítottam a hívásomat, akkor ez a készülék, akkor egy iszonyatos nagy teljesítményre kapcsol. Azért, mert két tornyot keres. Mert az egyike valami történik, ami mindig a kapcsolat fent tudjon maradni. Hát mire a két tornyot megtalálja, az 6 másodpercig tart. Ilyenkor még egyszer mondom, eszméletlen nagy az érték. Ilyenkor mi nagyon messze a fejtől. Minden készüléken már úgy is van, amikor látom, hogy két készülék összekapaszkodott, már meg kialakult a kapcsolat, akkor közel veszem és elbeszélgetek így a telefonon kihangosítóval, akkor már tulajdonképpen az agyat nagyon kevés éri, mert amikor már kialakult a beszélgetés, nagyon minimális az a teljesítmény. Ez az egyik. A másik pedig van egy olyan headset, lehet kapni, nem a drótos, mert a drótos headsetet valaki használ, az olyan, mint a antenna, tehát még azt is oda gyűjti, ami nincs is ott. Viszont van egy úgy hívják, hogy akusztikus csővel ellátott ilyen headset, ez egy ilyen zselés anyagszerűség, amivel csak a hang megy föl a fülemhez, és semmifajta sugárzás. És úgy hívják, hogy Aero 99. Ha valakit majd érdekel, akkor megmondom, hogy hol lehet ezt beszerezni. És a 99 az azt jelenti, hogy 99,9%-ban meg valóban megszűri ezeket a sugárzásokat. De főképp ez ajánlat, aki gépkocsival közlekedik, mert ugye az egész világ ilyen cellára van osztva, ilyen cellákra vagyunk osztva, és ahogy a gépkocsival halad és a cellákat ugor át, akkor mindig egy újabb tornyot keres, és a legborzasztóbb a gépkocsi, mert egy Faraday hatás is előidéz, tehát az a sugárzás nem csak bejön, abban is marad. Tehát még jobban terheli. És erre egy professzor Kerlényi Lóránt, a Bristol Egyetemről Magyarországon hazajött, Pécsen lakik egyébként, ő csinált azt a vizsgálatot, hogy miért van a rengeteg baleset, lefőképpen a kamionosoknál, amikor megy egyenes úton, és semmifajta magyarázat nincs átmegy a másik oldalra vagy az árokba. Holott éppen most kell föl, tehát nem elaludt, hanem valami oknál fogva. Bebizonyította, hogy az agynak bizonyos részeit, főleg a memória központokat olyan sugárhatás éri, lefőképpen még egy pár ilyen magas feszültségben, meg átmegyagban még ilyen interferenciák is keletkeznek, hogy az agyban egy olyan történik, hogy nem akkor, amikor telefonál, amikor letette a telefon, már nem telefonál, utána 10 perc van, jön egy függöny, nem tudja, hol van. És az a pár másodperc elég valahogy éppen átsöpöljön a másik oldalra. Tehát nagyon sok minden olyan kutatási eredmények vannak, amit azért jól lenne publikálni, beszélni és elmondani, hogy mondjuk éppen a kamionban ne órákon keresztül telefonál, mert előbb-utóbb bele fogsz halni. Tehát ez a két segítség van. Parancsoljon! Ez volt túl kevés, amit leszedettünk, mert az a globusz a játszótérnek a keres közepén volt föltéve, és ami ráfér oda a torna tetejére. Hát ugye, aki a természetgyógyászat közelében van, azt tudja, hogy a víz a legérzékenyebb valami, ami egy károkodásra tönkretette a víznek a szerkezetét. Akkor a sugárzás az folyamatosan tönkreteszi a víznek a klaszterjét, tehát bármilyen információval az el lehet látni, ez az egyik. A másik pedig az, hogy annak a környékenek ott a sugárhatása elég komoly. Mert általában itt oda mindenki fölrakja. Tehát mindent fölrak. Tehát a 900-at, 1800-at, 3G-t, 4G-t mindent fölraknak, és az a környék az akkor a teher alatt van, tehát egy expozícióra kívül az a folyamatos sugárterhelés, amit van, azt a szervet vagy tudja viselni, vagy nem. Ezzel megmondom őszintén, hogy megint valami a dohányzás, valaki belehal, valaki nem. De sajnos ebben nagyon sokan bele fognak halni, mert a szervet egyszerűen nem erre született. A szervetünk az, ami ki a természetbe született, meg a nagyon finom kis rezgésekbe született bele. Mi ezzel akkora károkat teszünk ennek a nagyon finom rezgéseknek az elrontásába, hogy az elmondani szavakkal nem nagyon lehet. Igen? Mindig a frekvenciáknak a erősségétől függ. Ez így van. Tehát a távolságban nézetében csökken ez a sugárzásnak az ereje. Csak az a baj, mi jelen pillanatban olyan világban élünk, hogy amikor már csökken, arra újra ott van egy következő. Tehát amivel megint, tehát egymást erősítik. A másik, ugye, amikor azt mondtam, a szinergetikai hatás az azt jelenti, hogy otthon a lakásomban is kapom a vezetékek által azt a terhelést, a mikrohullámos sugárzó, a mikrohullámos ütő által kapom a terhelést, a telefon által, a telefon átjátszó által, a wifi által, nem tudom fősülni, hogy mennyi minden által kapom. Jönnek ezek az okos órák lemért, tehát a leolvasó órák, tudják, ezt smartoknak hívják. A gáz, a villany, a jegyek, tehát nem mennek már ki a házhoz, hogy leolvassák, hogy mennyi az állás. Megnyomnak egy gombot a központba, aztán tudják, hogy ön mit fogyaszt. És az elektromágneses hullámok formájában oda-vissza alapon mennek az információk rajtunk keresztül.
Csak éppen a mi szervezetünk elérte azt a védettelen határt, amikor már nem tudja ezt következmények nélkül kezelni. És ezért van ez a sok probléma. Parancsoljon! Na akkor most kérek valakit akkor ide, egy önként jelenkezőt, parancsolja. És az egészet onnan indítanám azt a bemutatni, az ezt szerintem megmutatni, csak sajnos nem tudtuk összehozni a laptopot. Ami most van itt, amit mutogat, a testfeszültség, amiről beszéltünk itt a napnak. Most jelen pillanatban a fiatalember, ahol megfogja ezt a rész, ezt a rezet, akkor most mindjárt jön ide. Ide, imádja. Mit mutat? UL. Azt jelenti, nem lehet mérni. Most ez a készülék, amit itt van, mert be van állítva, ez 4000 millivoltra van a felső limitje, amit tud mérni. Tehát még egyszer mondom, 4000 millivolt. És most akkor tessék megfogni ezt a fekete valamit. Fogja, hogy lássa a számot. Mennyi most? 140-150. Tehát a 5600-ezer most 150, ami azt mondja, hogy tökéletes az érték. Most tulajdonképpen a semmi más, mint egy földelő alátét. És a földelésben nem tudok belemenni, mert sajnos nagyon kevés az idő már. A földeléssel ott kezdődött a mi kapcsolatunk, amikor mi megszülettünk. Az emberi genom, még egyszer mondom, oda ki a természetbe született bele. Tehát a Jóisten minket oda kalibrált. Az összes finom kis rezgéseivel. Most ezt a nagyon finom rezgéseit tudtuk el magunkkal. Körülbelül az 50-es években már kezdődött, amikor kezdődött az a műanyag talpú cipőknek a hordása, aztán a gumitalpú cipők, meg egyebek, hát elvettük magunktól a földdel való érintkezést. Aztán jöttek a lakásaink, a panel lakások, meg egyebek, ami aztán végképp betette ezt a távolságot, hogy mi érintkezünk a természettel. És a legfontosabbat tudtuk el magunkkal, azokat a szabadon mozgó negatív elektronokat, ami belőlünk iszonyatos módon hiányzik. Miért? Mert telerapakoljuk magát ezek a terhelésekkel, ebben beletolódik a táplálkozásunkkal bevitt mérgektől elkezdve föl se lehet csorolni, mi minden nem, ami tulajdonképpen folyamatosan egy pozitív töltéssel látja a szervezetünknek a összességét. És hiányzik az elektron egyensúlyunkhoz a negatív elektronok. És hol vannak a negatív elektronok? A Földnek a felszínén. Milliárdi számban. És amikor ez a fiatalember megfogta, hol? Már is lehet benne? Amikor a fiatalember megfogta azt a kis alátétet, amit megint meg is mutatok, tehát egy ilyen kis egyszerű kis valaminek tűnik, egyik oldalja a szivacsos, hogy a számítógépre van egy végig kitalálva, a számítógépes környezet elé van kitalálva, hogy ne csúszkáljon sem erre, ez pedig a kapcsolódási felület, egy ilyen kis bőrpatással van eladva, ebben különböző anyagok vannak, ami ezt tudja csinálni, és aki garantálom, hogy valaki a munkahelyre ezt beviszi, és akkor reggel akár csak egy kis ujjával hozzáér, az olyan frissen fog adni, mint amikor reggel bement. Tehát nem lesz terhelt az ő szervezete. És ez a földelés, ez a földelésen beviszik ezeket a, egyszer kiviszik a testfeszültséget, a másik pedig a szervezetbe beviszik ezeket a negatív elektronokat, és annyit, aminek szervezetnek szüksége van. Tehát se többet, se kevesebbet. És akkor ezt tesz egy olyan rendet, és erre csak egyetlen példát hadd mondjuk el a rengeteg közül, mert annyi kutatási eredményünk van, hogy ez a baj, hogy most már bőségben is vagyunk. A Papa is volt az egyik adásban vendégem, Papa is professzor, a szívsebész, aki elmondta, hogy a sok szív- és érrendszer betegségnek mi az oka. Megmondom, hogy engem is meglepett vele, és akkor magyarázta el, hogy minek köszönhető ez. És tessék elképzelni, mondja ő nekem, hogy itt van az összes érünknek a belső fala, belső rész, fal része. Ez egy savós hártya, ennek az elektromosan negatív a töltése. Az összes alakos elem, ami benn van a vérünkben, a fehérvérsejt, a vörösvérsejt, nem akarom vésülni, annak a felülete szintén elektromosan negatív. Most a negatív a negatívot mit csinálja? Taszítja, tehát könnyedén belekő a érfalak a közepére, ezért könnyedén megy bennünk a vérkeringés, könnyedén tud működni bennünk. Most amikor kapjuk ezeket a kívülről indukált feszültségeket, tömkelegével, ezeket változtatja meg ezeket a töltéseket, vagy az érfalon, vagy az alakos elemnek a felületén. És ahol megváltozik negatívról pozitívvá, mi történik, a negatív a pozitívot vonzza, és ez csapja össze ezeket a kis vérlemezkéket. És ezáltal sűrűsödik be a vérünk. De olyan módon, olyan mértékbe be tud, hogy megint csak egy példát említsek meg, ha van, hogy szomszédunkban volt egy nem messze egy 70 éves úr, akinek a lánya reggel hívott bennünket, hogy nagy a baj, mert apu fölvágta az ereit, és eddig a történet, mert a vére nem folyt ki.
Hát persze, addig olyan fájdalom még volt a szerencsétlennek, aztán már nem bírta tovább a fájdalmakat, fölvált az erejét, csak nem vett ki a vére, olyan sűrű volt. Most tessék elkezdeni, akkor sűrű vérben tagonyálatott a szív, mit tudott csinálni az? Meg milyen állapotban volt a szegény? Aztán jött a rohamentő, meg tudták menteni, hála Istennek. Hát ezt tudja tenni velünk, és az a sok szív- és érrendszerbetegség az első halálok a Magyarországon. És egyetlen orvos ezzel mégsem foglalkozik. Én is látom, hogy Csorban most már a természetügyi gyógyászok mutogatják ezt a sötét látóteres mikroszkóppal készült felvételeket, hogy ilyen így, ilyen úgy. Ha látták, itt tisztus volt egy pár felvétel, van egy ilyen áramlás mérővel mért, van ugyanis ennek a sűrűségnek egy potenciája, amit millivoltban mérünk, úgy hívják a zéta potenciál, ami meghatározza, hogy milyen a vérnek a állapota, állaga. És a zéta potenciál, ez a pici kis földelés, ez 280%-a tudja megváltoztatni 2 óra földelés után. És ahogy kimennek majd nyáron a természetben, már most már sajnos ez az idő elmúlt, és kimennek oda a mezitláb egy órára, önöknek a világon senki annyi segítséget az egészségükkel szemben nem tud adni, mint az az anyaföld ott abban 2 órában. De ha addig is próbáljanak annyit csinálni, hogyha most nem tudnak mezitlábozni, akkor dőjenek egy fának, egy jó öreg fának, meglátják, olyan energiát fognak belőle kapni, meg olyan földre is fognak belőle kapni, amit nagyon ritka. Öleljék át azt a fát, meg fogja hálálni az a fa. Nagyon köszönöm. Ennyi sajnos. Köszönjük szépen.